Edi és Kolos a következő vendégünk. Sziasztok! Sziasztok! Utcazenészek vagytok eredetileg, de nem is akármilyen utcazenészek, ugye? Igazából nem vagyunk teljesen utcazenészek. Játszottunk már párszor utcán, de nem vagyunk azok a kimondott utcazenészek. Egy-két klubban játszottunk itt Pesten, meg egy ilyen kis étteremben rendszeresen. Inkább ilyen klubzenészként éljük egyelőre a mindennapjainkat. Ha jól tudom, akkor az idei utcazene fesztivál szakmai és közönségdíjat nyertétek most, igaz? Nem, csak a szakmai zsűridíjat. A közönségdíjat egy másik zenekar vitt el. Akkor mi a definíciója tulajdonképpen az utcazenészeknek, vagy az utcazenésznek? Hát ez egy érdekes verseny, szerintem, mert nem feltétele a jelentkezésnek, hogy utcazenész legyen az az adott zenekar, vagy akár szólóban zenélő ember. Sőt, voltak ott komoly elektronikával felszerelkezett zenekarok is, úgyhogy gyakorlatilag nem tudom, hogy mi alapján választanak, de a zsűri, amikor értékelt, elmondta, hogy figyelembe vették azt is, hogy a formáció alkalmas legyen arra, hogy gyakorlatilag utcazenélést, nem tudom, tehát utcán zenéljen, és azért egy gitár, ének, dúó az teljes mértékben megfelel ennek. Erős volt a mezőny? Igen. Ez miben nyilvánult meg? Az volt. Én például nem gondoltam, hogy majd minket választanak. Annyira, hogy nem is vettem fel a telefont, rá se néztem, amikor hívtak, tehát nem gondoltam, hogy majd csörögni fog. Erős volt, igen. Voltak ott olyanok, akiknek a neve ismertebb már gyakorlatilag ezekben a körökben, és jók. És igen. Tulajdonképpen nektek honnan jött a zene? Szóval mikortól indult el? Okay. A tavaly október óta zenélünk együtt. Egy másik zenekar kapcsán találkoztunk, és jött az ötlet, hogy gitárénekkel csináljunk valamit, és októberben volt az első ilyen klubélményünk, és akkor itt teljesen pozitív dolgokat kaptunk vissza, és elkezdtük csinálni. És mielőtt idézőjelesen összejöttetek, előtte is zenéltetek? Persze, külön utakon. Egyedül, vagy akkor is volt ilyen páros? Hát nekem más zenekarok voltak, nagy zenekarok, kisebb zenekarok, de Edinek nem tudom, mi volt előtte. Hát nekem most is van egy másik zenekarom, ne hülyéskedj. Persze, amúgy nekem is, hogy csak... Hát még nem tudom, én csak így a semmiből jöttem elő, de szinte amúgy igen. Mármint ezt hogy érted, hogy a semmiből jöttél elő? Mindig énekeltem, gyerekkorom óta énekelek, de... És ez teljesen természetes is volt, hogy ezt csinálom, de nem sokan tudtak róla. Mármint már óvoda óta szinte énekelsz? Nagyjából igen, tehát amikor lehetett iskolai ünnepségeken villogtatni, bármit szavalni is, de tehát nem csak... Tehát énekelek gyerekkorom óta, igen, de valamiért nem tettem fel az egész életemet erre. Amit egy csomószor megbánok, egy csomószor meg úgy vagyok vele, hogy ez szerencsés, mert így nekem a zenélés nem egy pénzkereseti forrás, egy megélhetési kérdés, hanem igazi hobbi. De most már azért úgy érzem, hogy jó lenne az arányokon változtatni gyakorlatilag. Tehát inkább több időt fordítani. Igen. Igen. Kolos, te is így vagy ezzel? Abszolút. Én egy hosszú távú projektnek képzelem ezt el. Mint ahogy ez röviden nem működik, tehát egyről a kettőre nem megy. De nekem is van egy napi 8 órás munkám, amit fixen csinálunk, vagy csinálok. És hát az a cél, vagy az lenne a látens álom tulajdonképpen, hogy csak a zenéből megélni. Szóval meglátjuk ezt, hogy jön össze. Egyelőre jó úton haladunk szerintem. Hát elég jó úton haladtok. Azért, mert hogy egy ilyen díjat azért már elismerés, hogyha nyertek. És tulajdonképpen nem csak ők becsülnek meg, hanem ti is megbecsültek már magatokat, és a közönség is tulajdonképpen, mert hogy említettétek, hogy bárokban is zenéltek. Igen, szoktunk, és igazából ez a nyeremény, vagy ez az, hogy megnyertük ezt a díjat, igazából pont azt beszéltük tegnap Edivel, hogy akkora motivációt ad, akkora lökést, hogy győzzük magunkat elkapni, tehát hogy így nagyon rá kell állni, és még jobban csinálni, mert azt mondják, ez jó, és akkor igen, tehát akkor adoztuk meg másokkal is. Hogyan fog változni a jövőtök? Nem tudom. Nincsenek tervek, hogyha erre vagy kíváncsi igazából. Csináljuk tovább a zenét, és hát vannak tervek, de úgy... Edi, szóval... akkor mesélj róla. Gyakorlatilag
Mármint, és akkor mik azok a tervek, amik nem módosultak? Tehát mindenképpen szeretnénk továbbra is együtt zenélni. Mindig is tervben van a saját dalok írása is, a repertoár bővítése, folyamatos zenélés, felkeresni több helyet, ahol játszhatunk. És talán ez a díj, vagy ez az elismerés, mert ez egy elég komoly elismerés, meg egy nagyon szuper visszajelzés, ez segíteni fog abban, hogy akár minket találjanak meg. Tehát, hogy valaki minket akarjon hallani. Egyre többen szeretnének szerintem titeket hallani, köztük mi is. Úgyhogy ha szeretnétek, szuper, akkor zenéljetek egy kicsit. Pont úgy készültünk. Ó, jaj, de jó, ez véletlen, tök véletlen itt volt. Igen, itt a gitár véletlenül. Akkor hát igen, az utcazenészeknél nem hátrány, hogyha nálad van a gitár. Igen, mert az gitár egy nagyon jó hangszer, ez bármikor, bárhol lehet. Még csajozni is jó, mi? Ó, hát igen, régen, amikor elkezdtem a gitár, az emlékszem, ezért volt, hogy legitározzuk a lányokról a bugyit, de aztán elég hamar átfordult ez a komolyabbik oldalra. Edite meg mindig magadnál hordod a hangodat, szóval igen, ezzel nem lehet mindig van. Kéznél van, és tök jól lehet vele pasizni. Hát akkor legyen kéznél a mikrofon is, én pedig oda tartom majd a gitárhoz a mikrofont, jó, és akkor nyomhatjátok. Oké. Okay. Ugye lerepjük ide ezt az jól, nem? Szerinted megpróbálok majd nem ugrálni, meg fogózni. Jó, persze. Én nem ígérem. I wish you well, I hope you survive, I hope you live, oh baby, so I can watch you cry. Cause I know in time you see what you did to me, and you come running back. I'm gonna rain on your parade, no I won't take it again. You've been erased, 'cause I know.